csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kolik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a Magyar Parlament tagja, a Fidesz pacsoraival. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Akkor kezdjük a legfontosabbal. Be van ön már oltva? Ma fogom megkapni az oltást. Mazatok, gratulálunk. És akkor már a család is nagyobb biztonságban van. Így van. És akkor tovább folytatjuk a személyes kérdéseket. Önnek gyerekei vannak, mi történik velük hétfőn? Irány a bölcsőre, iskola, vagy otthon maradnak? Óvi és iskola, és mivel a nagyobbik fiam az alsós, tehát elsős, a kisebbik pedig óvi, ezért mind a kettő lesz, tehát visszük óviba is, és menni fog iskolába is a nagyobb. A közlönyben már megjelent, hogy amelyik szülő viszont úgy gondolja, hogy szeretné, hogyha otthon maradna, és van, aki legyen a gyerekkel, az otthon marad, és ez igazolt lesz. Mi a vélemény erről? Azt gondolom, hogy el kell kezdeni a nyitást, az élet újraindítását. Erre azért van lehetőség, mert van elegendő vakcina, és egyre többen vannak, hála Istennek, beoltva, és így válnak védetté az oltás a vírussal szemben. És hát a WHO-nak magának is, tehát az Egészségügyi Világszervezetnek is van egy ajánlása, amiben azt mondja ki, hogy az iskolával kapcsolatban, hogy last to close és first to open, tehát azt kell utoljára bezárni és elsőnek megnyitni. Tehát van egy ilyen nemzetközi standard is, ami abba az irányba mutat, hogy az iskola nyitásával lehet kezdeni az élet újraindítását. De hogy egyébként ez is fokozatos legyen, hogy ezért döntött úgy a kormány, hogy csak az alsóban indul meg az oktatás, a felsőben majd később, és ezt a lehetőséget is nyitva hagyta, hogy az a szülő, aki nem nyugodt, emiatt az dönthessen így is. De reménykedjünk benne, hogy azért itt április maradék második felében, illetve májusban annyi vakcina fog érkezni, hogy a szűk keresztmetszet az most már nem a vakcina lesz. Eddig ugye mindig így volt, hogy egyszerűen annyit oltottak el az oltópontokon, illetve a háziorvosok, amennyi vakcina volt, de vakcinából kevesebb volt, mint regisztráltból. Most valószínűleg a vakcinák száma utol fogja érni a regisztráltak számát, és már nem az lesz a kérdés, hogy mennyi vakcina van, hanem az, hogy mennyi regisztrált. És éppen ezért döntött úgy a kormány, szerintem nagyon helyesen, hogy egy kampányt indít annak érdekében, hogy minél többen regisztráljanak, mert bár a regisztráció az szépen növekszik, a regisztráltak száma az egyre nő, napi 50, valamikor 100 ezer fővel is, mégiscsak egy nagyobb városnyi emberrel növekszik a szám, de még mindig csak 4,2 milliónál vagyunk, és ahhoz, hogy az a megfelelő átoltottság meglegyen, amit egyébként például látjuk, hogy működik, mert Izraelben ezt elérték, és látszik, hogy evele lehet győzni a vírust. De ezzel még nincs vége a vírusnak, hisz már azon dolgoznak, hogy a gyerekeket is beoltják 12 éves kortól, hisz minden szülőnek vagy nagyszülőnek az a legfontosabb, ami a sajátja. Én tudom, hogy nehéz élete van egy kommunikációs igazgatónak, főleg akkor, amikor egy eléggé lehetetlen párbeszédet kell megmagyarázzon a nézőknek, hogy ki mire gondolt. Az érdekes párbeszéd a miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter és a főpolgármester között zajlott. Na, először is tisztázzuk, a miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter a magyar parlamentnek a tagja, arra indult és magára kötelezőnek tartja annak a pártnak, illetve a kormány döntéseit. Viszont a főpolgármesterről főpolgármesternek indult, és nekem úgy tűnik a beszólásaiból, kiszólásaiból, minthogyha ő már valami más szeretne lenni. Ebből a legutolsó párbeszédből is, ugye, ami a diákvárossal. Kérdésünkre válaszolt Gulyás Gergely miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter, hívjuk kancellerminiszternek, úgy egyszerűbb és gyorsabb, hogy a diákváros meg fog épülni. Ugyanakkor viszont a főpolgármestertől
illetve az embereitől, minthogyha valami fenyegetést hallottunk volna, akkor itt mi történik tulajdonképpen? Hogy, mert ugye van teljes, meg húsos, nem kéne a két dolgot összekeverni. Van egy diákváros, meg van egy kínai egyetem. Milyen negatív hatásai lehetnek Magyarországra nézve a kínai egyetemnek, azon kívül, hogy nagyon sok diák ide érkezik, és azért ők fizető vendégek lesznek. Nem Pekingből hoznak szendvicseket magukkal. Azt kérdezte, hogy mi történik itt, tehát sajnos azt kell mondani, hogy csak a szokásos. Tehát van egy... De most, ha jól emlékszem, akkor vészhelyzet van. Dühöng, én messzebb megyek, azt mondom, hogy ez már a harmadik világháború, csak nem fegyverekkel, hanem valami egész mással, és az életünkért küzdünk. Akkor most van ennek a szokásosnak itt az ideje? Hát abból a tekintetben mondom, hogy csak a szokásos, hogy nem egyszer fordult már elő, hogy azt láttuk, hogy Karácsony Gergely köddel kardozik, szellemekkel viaskodik. Ugye itt volt egy nagyon erős állítása a főpolgármester úrnak, hogy a kínai Fudan Egyetem miatt nem épül meg a diákváros. Ez egyszerű hazugság volt. Most ez most már mindenki számára nyilvánvaló lehet. Mondjuk azt, hogy megalapozatlan volt. Hazugság az... Hát először, most hogyha ön az ő helyében lenne, és jó szándékkal járnál, akkor mit csinálna? Megkérdezni, hogy ez érinti a diákvárost. Na, akkor majd válaszolni neki, hogy nem, tisztelt főpolgármester úr, nem érinti. És akkor megnyugszik, és azt mondja, hogy rendben van, mert nekem ez egy fontos projekt. De nem ez történt, hanem rögtön billentyűzetet ragadott, ő vagy a munkatársa, és azonnal megírta a Facebookra, ahogy ezt szokta, hogy hát ez megengedhetetlen, hogy a diákváros nem épül. De egy főpolgármester és egy kanclerminiszter a közösségi oldalon kell, hogy levelezzen? Hát, vagy közben minket kell kábítani, és azért ott? Nem kellene így tennie, de úgy látszik, hogy Karácsony Gergely legfontosabb tevékenysége az éppen a Facebookozásban merül ki. Most ebben nem tudunk mit csinálni, visszatérve az ügy érdemi részére, mert most az, hogy a főpolgármesternek milyen politikai ambíciói vannak, meg hogy hogyan nem csinál semmit, és helyette Facebookozik, ezt most szerintem tegyük zárójba, mert nem ez a... Munkaidő alatt pedig nem ajánlott Facebookozni. Igen, de ezt most tegyük félre. Az én kollégáim Facebookoznának munkaidő alatt, megköszönném a jelenlétüket. Itt de jön a világ 34. legjobb egyeteme, amit lehet támadni ilyen ideológiai alapon, most úgy látom, hogy a baloldal éppen nyugat akar lenni. Én meg Magyar-Magyarországot szeretnék, nem nyugatot szeretnék idehozni, nem magunkat akarom átformálni nyugativá, hanem én magyar. Tehát, hogy a nézőink is értsék, akkor ezek az álbaloldaliak most nem szeretik éppen a kínaiakat. Hát igen, korábban ugye csak kelet volt, csak Moszkva. Most csak nyugat van, de ugye mi egy olyan... Lehet, hogy nekem úgy volt diszidálnom kell, csak hogy értsem, hogy mi készül itt. Nem. Ugyanis a mi politikán középpontjában az van, hogy mi mindenkit szeretnénk érdekelté tenni Magyarország sikerében, és mi mindenkivel kiegyensúlyozott kapcsolatot törekszünk, olyan kapcsolatra, amely mind a két félnek gyümölcsöző és előnyös. Na most az, hogy ide jön a világ 34. legjobb egyeteme, olyan egyetem, amivel egyébként a világ legjobb egyetemei együttműködnek. Tehát az MIT, a Harvardnak nincs problémája ezzel az egyetemmel, komoly szakmai, tudományos együttműködésben állnak a Fudan Egyetemmel. Tehát azt gondolom, hogyha egy ilyen nagy nevű egyetem idejön, az jó. És hogyha mellette még a diákváros is felépül, az meg még jobb. Minden egyébként kormányzati támogatással, tehát Karácsony Gergely főpolgármester úrnak örülnie kéne, hogy Budapesten csupa olyan fejlesztés, beruházás valósul meg, amelyhez neki egyetlen egy forintot nem kell hozzátennie, minden kormányzati támogatásból épül meg. Én nem értem ezt a baloldali politikát, ami arról szól, hogy a kormány valamit meg akar építeni a budapestieknek, és Budapest megválasztott főpolgármester meg tiltakozik ellene. Lásd Városliget, lásd Fudan Egyetem. Na most egy kereskedelmi televízióban, nevezzük nevén, az ATV Egyenes beszédében
Rónai Egonnak tegnap a főpolgármester azt állította, hogy a kormány költségvetési terve, hogy hogyan fogják az Európai Uniónak a támogatását, illetve hát minden európai tagállam ebből részesül, az egy férc munka, és hogy egyetlen ötletét sem fogadták meg most, akkor ez egy férc munka, vagy az a baj, hogy nem fogadták meg az ötletét, pedig elmondta, hogy ő egyetemi tanár is volt, és hogy akkor ő hogy nézte meg a dolgozatokat és egyebeket, elég hosszasan beszélt, hát bérlete van, oda-oda bemegy, sőt, hirdetéseket is elhelyez mindenhol. Hát nálunk általában nem, pedig higgy el, hogy mi is ugyanúgy iparűzési adót fizetünk. Apropó már, hogyha itt van, akkor az iparűzési adót ugye azok fizetik be, akiknek bevételei voltak és nehezen megdolgoztak. Akkor abból, ha Budapest lakóiról van szó, és a fővárosról, és nem a kormányról, akkor nem ugyanúgy kéne, hogy részesüljön mindenki? Például egy hirdetés, hogy hol szálljunk föl pandémia idején a buszra. Akkor csak a haveroknak kell adni, vagy hogy történik ez a fővárosban? Van egy olyan sejtésem, hogy a szerkesztő kérdés az költői leginkább. Hát mert nehezen dolgozunk mindannyian a pénzért. Ha nem adjuk oda, igen, a kormány azt mondta, hogy ezt lehet késleltetni, a főváros meg azt állítja, hogyha nem fizetjük be előre, akkor inkasszó. Tehát akkor, hogy is van, állam az államban a főváros? Vagy már a főpolgármester miniszterelnöki feladatokat tölt be? Segítsen megérteni. Az a helyzet, hogy a fővárosnak erre lehetősége van a jog szerint. A kérdés az, hogy szerencsése a világjárvány közepén, amikor főként egyébként a budapesti vállalkozásokat, idegenforgalmi vendéglátóhelyeket, rendezvényszervezőket kiemelten sújtja ez a járvány, akkor ebben az esetben mondjuk azt mondani, hogy na, akkor ti gyorsan előre fizessétek be, semmilyen kedvezményt nem kaptok. Nem hiszem, hogy... Fizessék be a bezárt teraszok után is. Igen, ezért döntött úgy a kormány, ugye, hogy a teraszok jövő héten, amint elérjük a 3,5 milliót, valószínűleg szerdán, csütörtökön jöhet el, akkor a terasz díjat a kormány egy határozattal eltörli. Erre azért volt szükség, mert ugye Budapesten sajnos láttunk olyan kerületet, aki nemhogy megtartotta a terasz díjat, hanem még emelni is akart rajta, úgy, ahogy ön mondja, hogy amikor be vannak zárva az éttermek és a vendéglátóhelyek, és ezért döntött úgy a kormány, hogy akkor inkább saját maga központilag meghozza azt a döntést, hogy terasz díjat mindenkinek elenged, és nem kell fizetni. Hétvégén, hogyha már vele szóltva, akkor nagy családi ebédre is sor kerülhet? Nagy szülőkkel, az ön szüleivel, illetve a kicsik nagy szüleivel, vagy még azért vigyázni kell? Nem, vigyázni kell. Mindenki tudja, hogy az első oltás után ugye vannak olyan oltások, amelyek már az első adag után is már nagy védettséget nyújtanak, de az is csak 1-2 hét múlva. Ugye a Pfizernél azt mondják, hogy 80%-os védettség már kialakul az első oltás után. Ugye ezért oltották a pedagógusokat ezzel, körülbelül 2 héttel ezelőtt, hogy a jövő heti iskolanyitása már kialakuljon ez a típusú védettség, de ettől függetlenül óvatosnak kell lenni, és vigyázni kell a szeretteinkre. Egyébként ezért hozta azt a kormány tegnap, az is, ha már említette a közlönyt, meg is jelent a közlönyben, hogy a védelmi intézkedések azok fennmaradnak, tehát a maszk használat az továbbra is kötelező közterületen, és a kijárási korlátozás is megmarad este 9:30-tól hajnal 5-ig. Arról írnak a médiában, hogy a kommunikációs csapatát erősítik, újabb 2 munkatársat kap. Erre azért van szükség, hogy könnyebb legyen megmagyarázni, hogy mire gondolhatott mondjuk a főpolgármester, amikor ezt mondta, vagy azt mondta, vagy egyszerűen a pandémiát, vagy a közelgő választásokat kell sínre tenni. A mi politikai közösség mindig úgy dolgozott, hogy több szóvivőnk is volt azért, hogy valóban ezeket a kommunikációs feladatokat, az ezzel járó terheket az jobban eloszthassuk egymás között,
és hát Horváth László, illetve Zsigó Róbert képviselőtársam régi, rutinos, nagyon tapasztalt politikusok, ráadásul helyi országgyűlési képviselők, tehát ismerik, ott vannak az emberek között, és úgyhogy tudják, hogy akkor kiváló, miről fognak beszélni. Igen, így van, úgyhogy kiváló szóvivőket. Nagyon kellemes hétvégét önnek. Tegnap előtt Izrael népe a 73. születésnapját ünnepelte, a magyar jókívánságok sem maradtak el, ma viszont az első Orbán kormány döntése alapján április 16-a van, a Soára emlékezünk. Egész napos televíziós közvetítések lesznek a Páva utcai dokumentációs központból és múzeumból. Arra kérem önöket is, hogy figyeljenek oda, álljanak meg egy percre, és gondoljanak azokra az embertársainkra, azokra a magyar polgárokra, akik meg sem születhettek, illetve akinek őseit, szüleit szám szerint közel 6 millió embert egyszerűen csak azért, mert zsidók voltak, vagy kommunisták, vagy valami hasonlók, halálra ítélték, na nem a bíróságokon, hanem a halálgyárakban, Auschwitz, és folytathatnám tovább. Álljunk meg egy pillanatra, és gondoljunk arra, és küzdjünk azért, hogy ez soha többet ne fordulhasson elő. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Nagyon kellemes hétvégét, vigyázzon a gyerekekre, és oltás után egy negyed órát azért maradjon ott, hogy minden rendben legyen, és jövő héten akkor már egy oltott politikussal beszélgetünk. Most viszont következik kollégám, és folytatja a pénteki kiemelt adást. Ne felejtsék el, hogy a hétvégén is lesz Sabesz, és ha be fogják tartani egyszerre mindannyian, akkor talán két hét múlva a Messiás is megjön, csak önöktől függ. Tartsanak velünk!